Szeretettel köszöntöm Önöket a mai képmás Számkati vagyok, a képmás magazin főszerkesztője, és üdvözlöm Almási Zsolt rendezőt is az első sorban. Köszönjük a filmet! mai szakértőn vendégem Kozma Vizkeleti Dániel, klinikai szak, pszichológus és kiképző családterapeuta, családpszichoterapeuta. Amikor a ma estére jöttem, és otthon átgondoltam, hogy miről is kellene szólni, akkor a férjem megkérdezte, hogy mi lesz a mai téma. Mondtam, hogy hát nézd meg a filmet. Megnézte, és akkor gondoltam, hogy egy pár kérdéssel talán megsegít már, és kérdeztem, hogy na mi a véleményed? Elgondolkodott, és azt mondta, szerintem is gúrtnit kellett volna használni. Úgyhogy az első kérdésem, Dániel, különbözik a férfi kommunikáció a női kommunikációtól? Azért, mert mondjuk verbálisan nem olyan élénk. Vannak más módszerek, ahogy a férfiak tudnak kommunikálni? Mondjuk egy apa és fiú tud kommunikálni egymással? Szerusz, Kati, jó estét kezüket csoklom. Én vagyok ez a Kozma Vízkeleti. De hogy válaszoljak a kérdésedre. Hát a... Erős hatása alatt vagyok a filmnek, szóval hálásan köszönöm ezt az élményt. Mert hogy a, a, a film nagyon megmutatja, hogy igen, az arcok, a szem rebbenése adott esetben ezer dolgot ki tud fejezni, aztán, hogy férfiként ezt értjük-e, detektáljuk-e, az már egy más kérdés, de hogy hogy így elnagyoltam válaszoljak. Igen, különbözik, és gyakran valóban ilyen praktikus dolgok mentén indul meg, mint a gurtni, hogy szerintem is egyébként könnyebb lett volna gurtnival, de hogy... Megszavaztassuk? sok nő is ne csak a, a gurtni legyen, szóval, hogy annyira jó ez a tükör, mert olyan erős tükröt tart valóban, hogy így hányféle módon lehet beszélgetni, akár a kávés pohár emelgetésével, vagy, vagy, így ilyen összenézésekkel. Szóval, hogy ezer, ezer csatorna van, és igen, azt hiszem, hogy a, a férfi akár ha szikárabb is, vagy tömörítőbb a kommunikáció, legalábbis így nyelvileg, de hogy lehet nagyon kifejező. Egy picit most segítségül fogom hívni ennek a filmnek a dramaturgiáját, és úgy végig mennék szívesen a szinteken. Ugye beszélhetünk az elején rögtön arról, hogy, hogy ez a nehéz tükör, ami a nagymamáé volt, ez mit is szimbolizál, amit cipelnek így együtt föl. És igazából hozok is gyorsan ehhez egy idézetet. Ez nincsét származik, amiről az apa hallgat, a fia beszél, és gyakran úgy találom, hogy maga a fiú, vagy amiről az apa hallgat, a fia beszél, és gyakran úgy találom, hogy maga a fiú az apa elfeledett titka. Tehát, hogy mi az, mit szimbolizál itt, és miért nehéz ezt a tükröt fölvinni? Miért tartozik ez a tükör a fiúra? Hát nem venném a bátorságot, hogy megpróbáljam kitalálni, hogy mire gondolt a költő jelen esetben a rendező, mert pont itt van, és majd esetleg ő elmondja. Azt el tudom mondani, hogy én mit tudok belevetíteni ebbe a tükörbe. Szóval, hogy azt tudom meglátni benne, hogy benne van a családunk múltja, benne van az, hogy ez egy meglepetés, ez is egy ilyen arhaikus férfi dolog, hogy a nagypapa, vagy détpapa itten hosszú ideig járt utána, hogy egy méltó meglepetést szerezzen. És ebből a frigyből származunk mindketten. Tehát most ez a apja fia, ez, hogyha annó ez a tükör nincs, akkor ők sincsenek. Ezt tudom belelátni. És hogy... de ez a tükör nem fér be az ajtón az első ajtón, igen, a teherlifthez, ami úgy kézenfekvő lenne, hogy ilyen, úgyhogy ezt cipelni kell, tehát ezt föl kell vinni. Nekem az is nagyon tetszik, hogy a legfőső emeletre szóval, hogy a mélységek, meg a magasságok mind benne legyenek, hogy ehhez erőfeszítés kell. Ha az ötödiken van felújítás, akkor lehet, hogy akár a hatodikig, szóval hogy nagyon-nagyon magasra föl kell cipelni. És hogy így, hát együtt visszük a a családunk múltját, amiben a ősanya készült, hogy tetszen, tessék az ősapának, és hogy így együtt visszük, és hogy ugye legalúról indulunk, és rögtön az elején elhangzik néhány markánsabb kifejezés. Szóval, hogy legalul ott a indulatoknak is helye van, meg a feszültségnek is helye van. Az is aztán jut, hogy amikor az apa vár a fiára, és a fiú késik, akkor talán mindannyian ismerjük ezt az arckifejezést, vagy az apánktól, vagy az anyánktól, amikor nem szól semmi, de a rossz szállás ott van az arcán. És cipőn a kéz. És csípőn a kéz. Az annak van kívó. jelentősége, hogy ilyenkor az apa nem kérdezi meg, hogy mi történt, és a fiú nem mondja, hogy miért késett? Vagy, tehát, hogy ez belefér egy ilyen kapcsolat egy apa gyerek kapcsolatban, hogy hogy nem érdeklődöm ennyire a másik iránt, vagy hogy ez meg is nem egy nem üzenet, is hogy hogy ez hát... nem férfias arra hivatkozni, hogy miért kések, vagy. Azt hiszem, pasi fejjel nincs jelentősége. Késtél, kész, nincs duma. Tehát, hogy, hogy így az, hogy minek mentén. A srác meg nagyon megmutatja, hogy ő nagyon igyekszik, mert fut. Tehát, hogy nagyon oda szeretne érni, meg így gyöngyözik a homloka tehát hogy nagyon tesz erőfeszítést, és azt hiszem egyébként az apa fiú kapcsolatban nagyon benne van az, hogy egy ilyen félmondat, vagy, vagy egy szó, hogy késtél, ennek a hozzátársuló rosszallással olyan ereje tud lenni, hogy tényleg egyszerűen nincs szükség többre. Mert egy-egy ilyen szó, ez a hónapokig visszhangozhat, meg, meg így tényleg így olyan ereje tud lenni, hogy akár egy, egy egész nemzedéket fölemel, vagy le is tud nyomni. Szóval, hogy itt tényleg a, a kevés az, az több. A másik meg az, hogy azért is tetszett a, a film, mert nagyon hozta azt, hogy a ki nem mondott dolgokban Mennyi minden van, tehát amit, amit nem mondanak el, nem rágnak a szánkba, és így tanakodhatunk, meg, meg így, wow, ez így hogy lehetett, de ilyen apró gesztusokból egy csomó minden ott van. Hogy ez az apa meg a fiú is gyakran így beszélgetnek, hogy így nem mondják ki, de, de ott lebeg. Vagy majd később mondják ki, ugye, mint a influencerek a legvégén mondják el, majd én is a legvégén mondom el, milyen hajformázót használok ők is majd csak legfölül, meg legbelül lehet azt elmondani, hogy hova készülünk, vagy hogy mi lesz velünk. Ugyanakkor nagyon ott van a apának való megfelelés, ugye már a találkozáskor. Ezt egyébként egy apa-fiú kapcsolatban meddig egészséges vinni? Tehát, hogy az elszakadással mennyire kell felszabadulnia egy fiúnak ettől az apai elvárástól? Hát a rajtam megjelenő mosoly az Szóval, no, az hogy... Nem ezt is azt mondom, hogy mennyire lehet, hanem oh. hogy mennyire kellene. Um, azt hiszem, hogy semennyire nem kell, de mégis ott van bennünk, és működik. Nekem van egy olyan diplomám, amivel ap apámnak tartoztam, az ő kedvéért szereztem meg a történész végzettséget, soha nem használtam. Hát ilyen szemlélettágításnak jó meg. Tényleg, hogy ez, ezzel így neki tartoztam, vagy ez az ő küldetése, ő, ő adta át, Szóval, hogy azt hiszem úgy van, hogy 12-től 24 éves korunkig jól elhatározzuk, hogy mindent máshogy fogunk csinálni, mint apánk. De aztán mindent, fú, nem leszek türelmetlen a párommal, mint apám volt anyámmal. Meg mindent így elhatározunk. És aztán olyan 26 körül elkezdjük felismerni magunkon, hogy az apró gesztusainktól a, 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 szó, a, a hordozásunkig, az, azért az átjön. Az az, az, az apánké. Egy másik felemek persze az anyánké, tehát ő is itt van bennünk, de most ha így a szóval, hogy fiúként a ráismerni magunkban apánkra, az egy nagy erő, és hogy így meddig egészséges. Hát azt hiszem, hogy a életfeladatunk körülbelül ott, ahol ez a srác van, ilyen fiatal felnőtt korban, kialakítani magunk számára egy identitást, amiben integráljuk apánkat, szóval, hogy úgy benne van ő is, de megtaláljuk a magunk hangját. Ehhez azt hiszem kell az, hogy ezt az előbb említett életfeladatot, hogy jól megfogadtuk, hogy mindent máshogy fogunk csinálni, ezt elengedjük, és közelengedjük magunkhoz, hogy mi az, ami igen, ami, amit csinálhatunk ugyanúgy, mi az, amit tényleg máshogy, de ne kelljen mindent máshogy, mert az, az egy ellenazonosulás, az olyan, mint az aggodalom, meg a hintaló nem visz sehová. Egy ellenazonosulásból nem tudom fölvinni sehová a tükröt. Um, szóval, hogy lesz egy ilyen harmónia, hogy mi az, amit viszek tovább, akár büszkén, akár azzal együtt, hogy igen, tudom, hogy bennem van apai küldetés, hát... Segíti is az életemet, meg nem is, de tudom, hogy viszem tovább, és lemondok arról a görcsről, hogy minden áron máshogy csináljam. Szóval, hogy amikor kialakítok egy ilyen egyensúlyt, csak ez nagyon-nagyon sok meló. Ja. Nem tudom, így válaszoltam el a kérdésedre. Igen. Kérdeztél a férfi kommunikációról. A férfiak ritkán és nehezen mondanak konkrétumokat, főleg női keresztkérdésekre, az arra nagyon ritkán és nehezen. Hát egy néhányat bízom benne, hogy azért mondtam. Ugye, hogy megyünk fel az emeletekre, tulajdonképpen minden emeleten történik valami, olyan, mint hogyha az életnek, a múltnak és a jövőnek a képei jelennének meg. Ugye rögtön én úgy fordítottam le, hogy az a földszinti tehetetlen egy magányos öregember, az gyakorlatilag az apának egy, egy félelme, vagy egy... Hú, ahogy el lehet én oda jutni. ezt, Én ezt így értettem, és Aha. így éreztem, és aztán utána, ahogy a gyerek megszökik, ahogy a fiú el akar menni külföldre, ahogy a, tudom én, a, a másik nemmel kommunikálnak, ez is mind, mind nagyon érdekes képek. De végül is kiderül, hogy a fiú leginkább mit cipel oda föl, egy rossz hírt. És számomra az is nagyon érdekes, hogy, hogy mind a ketten ezt a rossz hírt ugyanúgy tálalják, mert az apa sem mondta el, hogy a cseléd lépcsőn kell a végül fölmenni, és a fiú is sem mondta el közben, hogy egy rossz hír elérkezett. Ezeket a konfliktuskezelési mintákat, ezeket hogy hozzuk az apán, apánktól? Um. Rá tudok ismerni, hogy ez is nagyon férfias, van egy ilyen pasi mondás, hogy akkor kell átmenni a hídon, ha odaértünk. Majd akkor szólok, amikor már át kell menni a cseléd lépcsőre, és a, a abban meg talán egy kímélet is van, hogy ezt a nehéz hírt, hogy anyu elmegy, de nem csak ő, hanem én is, tehát hogy el fogunk távolodni egymástól. Noha ez az élet feladata ennek a srácnak, hogy eltávolodjon az édesapjától, de hogy földrajzilag is el kell menni, szóval, hogy hogy ezt majd akkor közlöm, amikor benn leszünk egy zárt térben, vagy így fölmegyünk. Szóval, hogy ez a, a, a késleltetés, vagy ez a majd akkor, a szem ez is így nagyon pas is. Egyébként a visszatérve az idős férfira tényleg mennyire klassz, hogy így mennyi, hogyha nincs a szájunk rágva, mennyi mindent bele tudunk vetíteni egy ilyen felületbe, Érdekes egyébként, nekem az elején nagyon megragadta a figyelmemet, vagy így észleltem magamon, hogy hosszan elidőzök, az épületnél. És hogy később azt féltem felfedezni, hogy az épület az körülbelül egyidős lehet a tükörrel. És hogy ez körülbelül tényleg annak a nemzedéknek az idejében épülhetett, ilyen 20 évek, vagy szóval ez a múlt század eleje, száz évvel ezelőtt, amikorról ezek az arhaikus örökség megmaradt. És így Kerestem is magamban, persze ez egy ilyen gondolatjáték, közben lehet, hogy kapunk majd illusztrációt a, a filmből, hogy hol láttam én már ezt az épületet, és a végén kiderül, azért hálás voltam, hogy kiderül, hogy igen, ez egy ismert budai épület, fogadni mertem volna belbudára, ott vannak ilyen nagyon szép, jó állapotban megmaradt ilyen házak. Szóval, hogy így nagyon megragadta a, a, a figyelmemet, és hogy valahogy így, nekem erősítette ennek az egésznek az üzenetét. A, különben úgy tudtam látni ezt a lépcsőházat, mint egy, egy mesét, és ilyen mesebeli figurák jelentek meg benne. Ö, nekem kevésbé volt félelmetes az az önfeledten így magával társalkodó idős úr. Nekem ő az egyszerű öregember a meséből, aki akár még egy segítő karakter is lehet, hogy csak ott úgy kíséri meg, szemlélgeti, hogy mi ő meg így itt-itt-itt, mint ahogy játszott volna a kezével, meg úgy, szóval ez a kicsit habókos, kicsit fura, kicsit befelé forduló, ilyen érdekes karakter, aki persze hát lehet akár szállandó is, vagy gondolatjuk akár ilyen egyszeri szegény embernek. Ha az elszakadásról beszélünk, aminek meg kell történnie apa-fia között is, akkor vannak -e ennek olyan stádiumai, amikről sokszor az anya-gyerek kapcsolatban beszélünk, hogy bizonyos életkoroknak megvannak a maga ö, elszakadási feladatai, de valahogy én azt érzem, hogy a férfiaknál ez kevésbé látványos, mivel kevesebbet vannak otthon, kevesebbet vesznek részt a gyerek gondozásában. Mégis vannak ilyen csomó pontok? Igen, egyébként azt tapasztalom, a bő két évtizedes a hivatásom művelés, és ez alatt megéltem egy átalakulást, hogy valóban egy ilyen 20-25 évvel ezelőtt tényleg az volt a leggyakoribb, hogy ilyen nagyon távol lévő apákkal találkoztunk akik néha hazajöttek, anyagi erőforrásokat biztosítottak a gyermekeik számára, aztán újra eltűntek, hogy talicskával tudják hazahozni a pénzt, vagy, vagy hogy így a ő megvalósításért dolgozzanak. Most pedig egyre növekvő számban találkozom olyan apákkal, akik jelen akarnak lenni a gyermekeik életében. Szóval, hogy több időt töltenek otthon. Úgyhogy lehet, hogy ez is alakul, vagy át fog alakulni. A, hát a, apa gyerek kapcsolat ilyen kitüntetett gócpontjai az első, mondják, hogy a, az apák, amíg a gyerek nem nagyon beszél, vagy nem gyűrhető, szóval nem ilyen akcióképes, vagyis oviskor előtt, az apák nehezen kezdenek valamit a gyermekkel, mert hogy hát még azok a férfias akciók nehezebben kivitelezhetőek. Hát nem tudom, hogy ez így van-e. Én azért sok pelenkázó apukát ismerem. Abszolút, meg kiválóan dobálható föl ugye egy ilyen kisbaba, aki aztán ezt nagyon élvezi, az anyukák meg sikító frászt kapnak, hogy az apuka itt mit csinál a gyermekkel. De hogy az biztos, hogy a, a, egy ilyen kitüntetett gócpont, amikor már lehet azért mindenféle játékot játszani a gyermekkel, és akkor így külön válik, hogy az apu ilyen, ilyen akciódus játékokat viszi a gyereket, ilyen testi aktivitásokra buzdítja, stb. stb., a, az apuka inkább ingereknek teszi ki a gyermeket, oviskorban, a anyukák meg inkább csillapítják ezt az egészet, vagy inkább a gondoskodáson keresztül valósul meg. A következő lépcső, amikor a gyermek intézménybe kerül, vagy mondjuk iskolába, és ilyenkor aktivizálódik a családban a, a teljesítményre vonatkozó hiedelemrendszer, ami a hagyományos családmodellben inkább az apák képviselnek, vagy hogyha a szülők így leosztják egymás között, hogy lesz jó zsaru, rossz zsaru, megengedő, elfogadó szülő, ez a hagyományos szereposztásban az anya és elvárásokat teremtő, határokat vonó szülő ez a hagyományos családmodellben inkább az apa. most onnantól, hogy a gyerek elkezd suliba járni, ez aktivizálódik, mert jönnek az elvárások, a, a számonkérés, és hogyha az apa ezt vállalja, akkor valami nagyon fontos értéket ad át a gyermeknek a, a teljesítményhez való viszonyt, meg a kereteket, korlátokat teremt, meg akár számonkér, és a Körülbelül 20 évvel ezelőtt mi pszichológusok dumáltuk tele a kedves szülők fejét, hogy nem szabad a gyerekeket ilyen elvárásoknak kitenni, mert, mert akkor boldogtalanok lesznek. Hát egyrészt magunk alatt vágtuk a fát, mert akkor kik lesznek a klienseink, ha mindenki boldog lesz. De hogy nem, nem csak elviccelni akarom, szóval, hogy Hát igen, húsz éve képviseltük azt, hogy, hogy így csak a megengedő, elfogadó, feltétel nélkül szeretetet biztosító Szülői hozzáállásnak van létjogosultsága, most nő föl a harmadik generáció, akikkel szemben semmilyen elvárást nem támasztanak a szüleik, meg nem korlátozzák őket, látjuk, hogy mennyire kiegyensúlyozottak és boldogok, meg hogy gyakran dolgozom cégvezetőkkel, ők mondják, hogy alfa generációs nem vennének föl, mert képtelenek a munkaerőpiacon helytállni, mert soha semmilyen elvárással nem találkoztak. Hát persze szétáratjuk a karunkat, hogy bocsikaros tippet adtunk. Most három nemzedék megy a lecsóba, majd lesz egy új egyensúly valaha. Az de ez, ugye, ez ez persze ugye nem ezt csak általánosságban mondod? A, a feltétlenül. De ennek, nekem például az ütött meg a szememet, hogy amikor a neten keresgéltem, akkor találtam egy olyan oldalt, ahol tíz tipp, hogy hogyan faragj férfit a fiadból. És Hát ez a farag, ez, az, ez kemény. Ah, embert faragni belőle, ez egy ősi toposz. Tudom. <laughs> és faragni baltával, az igazi, vagy láncfűrészsel. És köszönöm, hogy fölhívod a figyelmet, mert a következő jelentős lépcső, ez a, és tényleg a ősi mítoszoknak a, a, az ideje. Ez a kamaszkor, ahol a fiúgyereknek szembe szükséges szállnia az apjával, az össze, összes antik mítosz, ezzel indul, vagy valahol szere, ö, ö, tere van benne, ahol ugye a gyermeki státuszban lévő hős szembeszáll az apjával. Hát ö, ö, a népek temperamentuma szerint, ugye a vagy kasztrálja őt, vagy de, letaszítja a trónról, vagy, de hogy kell egy szembe szegülés. Ez az az életfeladat, amit korábban úgy hivatkoztam, hogy 12 és 24 éves korunk között az a feladatunk fiúként, de egyébként lánygyerekként is jól megfogadjuk, hogy mi máshogy fog, különbözni fogunk apánktól. Bocsánat, hogy megzavarlak, de miért a következő stádiumhoz érnél. Igen. Egy Mártvén idézett: 14 éves koromban apám annyira ostoba volt, hogy alig bírtam ki a társaságában. Mire 21 éves lettem, csodálkozva láttam, mennyit fejlődött 7 év alatt. Igen. Köszönöm. Abszolút, ez tökéletesen leírja ezt az élményt, hogy igen, szóval, hogy ilyen 13-15, akkor minden, amit apám mond, az ábóvó hülyeség. Egészen biztos. És huszonannyi évesen meg én fogom idézni ugyanazt, amire korábban azt mondtam, hogy ez akkora sükebókaság, hogy elképesztő, sőt, apuci ki, ne mondogas, stb. stb. De hogy később meg igen, felfejlesztem magamban, vagy megtalálom a kapcsolódást. De ehhez, ugye ahhoz, hogy egy szintézis jöjjön létre, ahhoz tézis meg antitézis kell kell apám, aki képviseli a maga értékeit, kellek én, aki azt mondom, hogy ezt, biztos, hogy nem, és utána ebből lesz valami szintézis, hogy elutasítom, és utána ráébredek, hogy na hát annyira nem is sőt fölismerem a magam életében, de ahhoz tényleg el kell utasítanom, hogy utána fölismerhessem a magam életében, ha, ha nem lázadnék, hanem így egy az egybe elfogadnám, amit Márcia úgy nevez, hogy korai zárás. Van egy identitás kutató, pszichológus, aki így fölvázolta, hogy hogyan alakul ki az identitásunk. És van olyan, hogy amikor nem feszülök bele, hanem egy az egybe elfogadom a szüleim mintáit, soha meg nem kérdőjelezem, akkor nem válik igazán a magamévá, mert nem dolgoztam meg vele, hanem csak elfogadtam készen, hogy jó, mindent ugyanúgy kell, stb. stb. Egyébként néha találkozunk napjainkban ezzel, hogy például az anyagiakhoz való hozzáállást a legifjabb nemzedék készen egy az egybe átveszi a szülei életstílusa iránti igényét. És rögtön azt szeretné, hogy így kikerülök az életbe, 21 éves titánként, és rögtön azt az életstílust élhessem, ami a szüleimnek egy életmunkája van benne. De nekem is rögtön ugyanaz a nívó szükséges most azonnal, mert ez nekem jár. Szóval, hogyha ha nem lázadok, nem feszülök bele, nem dolgozok, nem leszek hippi, vagy nem alszom időnként sátorba, hogy nekem nem kell a szüleim életmunkájával összebodzázott 78 négyzetméteres panellakása, hanem én elmegyek padon aludni, meg mit tudsz, ahogy hogy úgy elmegyek hippinek, vagy, vagy így mindenfélét kipróbálok, hanem így rögtön bele kényelmesedek, akkor nem alakul ki ez egy stabil identitássá. Szóval, hogy, hogy kell ez az ellenszegülés, az ellenállás, hogy aztán egy szemüvegcserét tudjak végrehajtani, és eljutunk végül valóban oda, ez a fiatal felnőttkor életfeladata, kb. ahol a srác tart, ilyen nagyjából egyetemista korú lehet, um, ahol uh, Elmegyek apámnak segíteni, de azért kis csillag lábjegyzet oda teszem. A magam hozzáállását, véleményét egy kicsit elkések, hogy azért érezze, hogy rám van utalva, egy kicsit ellen, de azért annyira már nem, és hogy én úgy tudom látni, hogy a srácnak is nehéz azt kimondani, hogy elfogok menni. Nem csak az apját kíméli a késleltetéssel, hanem ő is fölkészül öt vagy hat emelet alatt, hogy ki tudja mondani, hogy figyelj, fater, elmegyek Svédbe, mert ott közelebb van az IKEA, szóval, hogy így... <laughs> és ott olyan tükröt lehet venni, amit magamnak rakok össze legóból, nem kell ilyen száz kilósat fölcipálni. De majd hazajövök, de az majd később lesz. Szóval, hogy hogy ez a, ez a lépcső, és aztán itt nem ér véget, mert egyébként a, a, az életút megy tovább, és a, a családi életciklus modellt nagyon szeretem, mert az egyes nemzedékek, ahogy ugyanazon az életúton járnak, legalább három esélyt kapunk, hogy egy-egy életfeladattal megküzdjünk, az identitásunk meg a szüleinkkel való viszonyt is legalább háromszor elénk tolja az élet, például amikor mi vagyunk gyerekek, aztán amikor mi leszünk szülők, meg aztán amikor mi leszünk nagyszülők, tehát, hogy legalább három esély van, hogy ezt a, apa-gyerek viszont szülő-gyerek viszony, viszonyt így átgondoljuk, újra gondoljuk, megteremtsük magunkban. Vagy amikor fölcseperedünk, aztán amikor eljön az ideje, hogy elbúcsúzzunk a nagyszüleinktől, aztán az nagyon durva, amikor a szüleinktől is elérkezik, hogy el kell búcsúznunk. Mondják, hogy a, a felnőtt kornak igazából az a kapuja, amikor el kell búcsúznunk a szüleinktől, és onnantól tényleg csak magunk leszünk, vagy hát ha közben vállaltunk legkisebb közös többszörösöket, akkor ők persze ott lesznek, és értük már, mi vagyunk felelősek, de hogy szóval, hogy ez nem ér véget, és mindig a, a életutunk végén is, a mérlegvonásban is benne lesz, hogy amit kaptam, a szüleimtől mit vittem tovább. Most azon kezdtem el fantáziálni, hogy mondjuk 30-40 év múlva mi lesz ezzel a tükörrel, hogy vajon ez a srác elviszi-e. És az jut eszembe, hogy édesapám íróasztalát én három költözésen keresztül hordoztam magammal, tökre nem volt praktikus, nem fért be sehová. Egy a Bartók Béla és Kökörcsin sarkán, tehát egy kicsit kijebb a filmbélihez képest, egy kicsit kiebb a negyedikre föl kellett cipelni, mert nem fér be semmibe. De akkor egy picit az, azért még hozzátehetjük ehhez a bútor, vagy tü, jelen esetben tükör szimbólumhoz, hogy, hogy azért egy kicsit az elmúlás elleni tiltakozás is az, hogy valakinek, aki már nem él a tárgyait, cipeljük magunkkal abszolút a, a, a ragaszkodás, az emlék. És hát a, a, a tükör, meg a halál az nagyon számos mitoszban összekapcsolódik, meg nagyon sok hiedelem kapcsolódik hozzá, hogy ha nem őrzöd meg a tükröt, nehogy Isten eltörik, hú akkor ott nagyon nagy balhé következik be. Szóval, hogy igen, amíg bele tudok nézni abba a tükörbe, amiben nemzedékek előttem belenéztek, addig az megóvengem attól. Rájuk is emlékezek, kicsit ők is benne vannak, meg egy kicsit magam is. Szóval, hogy a, a, amíg megőrzöm a múlt tárgyait, addig, hm, addig az ő életüket is megőrzöm. Azt elmondtad, hogy milyen életfeladatai vannak a gyereknek, de mi a feladata a felnőttnek, az apának ugyanezekben a Elszakadási krízis helyzetnek nevezzük, vagy nem Aha. tudom. Normatív krízis valamilyen szempontból. Talán. Igen, hát több ilyen krízis van, hogyha megint végigszaladunk, ígérem, rövidebb leszek. Szóval, hogy a oviskorban élményeket a gyereknek, olyanokat, ami picit mindannyian megijedünk, de vinni ide-oda mindenfélének kitenni. Aztán a iskoláskorban, mint már említettem, szóval, hogy fölvállalni azt, hogy Korlátok, keretek, határok, szabályok, szereposztás, felelősség. Ugye ez tök izgi a mindannyian azt szeretnénk, hogy a gyermekeink felnövekedve, önálló, bátor, saját véleménnyel bíró, felelős, határozott emberek legyenek. Majd akkor, de addig. Fogadjanak! Szót főleg az atyai intelemnek. Majd 18 évesen tekerünk a fülünkön, és onnantól önálló bátor, határozott. De addig lesz szíves nekem szót fogadni. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a leszármazottaink, a ránk bízottak úgy tanulnak meg például dönteni, ha apaként, szép lassan egyre nagyobb döntéseknek kiteszem őket. Ez biztos, hogy feladatom, hogy ma eldöntheted, hogy mit veszel föl, holnap kapsz zseppénzt, amit be kell osztanod, és a három nap alatt elköltötted bocsika, nincs újra termelődés, szóval, hogy nem aranytojást tojótyúk, hanem akkor mostantól hónap végéig, ugyanúgy, ahogy én, akkor nem költesz világi hívságokra. Szóval, hogy hogy a iskoláskorban tényleg ez a, a felelősség, a feladatok átadása. Kamaszkorban azt hiszem, hogy talán az a legnagyobb összefeszülés, főleg ha az apa van egy ilyen korlátozó keret és határ és szabályvonó szerepben, mert hogy pont ez az, amit feszegetnie szükséges a, a kamasznak, ott az egyik legfontosabb életfeladat kibírni ezt a tizenegy néhány évet, erőt venni magamon. Azt hiszem, hogy apaként ebben az segít, ha visszaemlékszem a saját kamaszkoromra. Ha átugrom azt a nemzedéki korlátot, hogy na hát bezzeg az én időmben máshogy volt. Ilyesmik nem voltak, mint manapság, persze. Hát önök is biztosak lehetnek benne, hogy én még tudtam mi a tisztességet. Édesanyámról mindig csak a legmagasabb elismerés hangján nyilatkoztam természetes egyetem alatt végig a könyvtárban ültem. Az a szomorú, hogy tényleg, de hát... Hát azt valahogy, a meg Valahogy meg kellett dolgozni azért, hogy itt üljek, de hogy... Na, szóval, hogy ahogy apaként át tudom -e ezt ugrani, ugyanis a fiam árgus szemmel lesi, nem azt, amit mondok neki, hanem amit mutatok neki. Na most, hogyha fölépítem magamban azt, hogy az én időmben ilyen nem volt, mondjuk ilyen nehézségek, nem találkoztam vele, akkor nem is tudom neki hitelesen átadni, hogy milyen megoldási próbálkozásaim voltak. Ezzel így egy falat emelek magunk közé. Persze az ifjú nemzedék is emel magunk közé falat, ezzel a mindent máshogy fogok csinálni. Szóval mind a két nemzedéknek feladat, hogy megugorja ezt, és ez a, a, a kamaszkor, meg a fiatal felnőttkornak a, az élet feladata apaként, hogy tudjak hiteles képet adni, hogy fú, fiam, ez nekem is kutya nehéz volt, meg hogy azt hiszem az egyik legfontosabb életfeladat, hogy türelmet adni a gyereknek azáltal, hogy magamon újra, meg újra, meg újra fölcsiholom a saját türelmemet, ami egy kamasszal, hát nagy kihívás, mert azt hiszem, hogy mikor így jól fölkészítem magam, és türelmet tudok mutatni, ő még azért aznap próbált eszi, hogy azért elmegyünk a falig, Szóval, hogy megnézni, hogy milyen az, amikor elfogy a türelem, hogy aztán azt a fejemre olvasassa. És aztán a, a következő, és a, talán a legnehezebb, és ebben a filmben is ezt látjuk, atyai életfeladat, ez az elengedés. Megengednem neked, hogy akkor is jó fiam leszel, ha kimégy Svédországba, vagy bárhová is ezen a világon, tudok benned bízni, hogy az alapértékeimet, amit inkább megmutattam, mint elmondtam, akkor is fogod képviselni, ha egy más életstílust választasz, például a, itt a apa fiú öltözéke azért elég, ahhoz eléggé különbözik, hogy így meg tudjuk látni ezt a nemzedéki különbséget, de hogy tudok benned bízni, hogy akkor is, ha nem veszel inget, meg, meg máshogy más grimaszokat vágsz, akkor is a legfontosabb értékeket viszed tovább. Ahogy most megmutatom neked, hogy hogyan visszük föl ezt a tükröt, hogyan vigyázunk a több nemzedékes ilyen kincsre, hogy na, szóval, hogy bizalmat adni fiatal felnőtt korban ez a legnagyobb. Később aztán mesélik, hogy ajándékidőszakok jönnek, amikor látom mondjuk a fiamat szülővé válni, vagy elköteleződni, és akkor lehet rajta egy kicsit kacagni, hogy elrontja ugyanazokat, amiket én. Vagy elrontani. Vagy hát, <gül> igen, <gül> igen, De hogy akkor már azért kisebb a tét, mert ha el tudtam engedni, akkor már, hát ez, akkor ez már eléggé messze tudok lenni ahhoz, hogy így, ha, igen, 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 szóval hogy így rá lehet is venni. Az újra egy ilyen, akkor az már egy ilyen görbetükör, vagy egy izgalmasabb tükör feladat. Még egy téma fölmerül a filmben, a vállás. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a válláskor, pláne hogyha a gyerekek az anyánál maradnak, akkor hogyan változik az apa fia kapcsolat? Hogy lehet ezt megőrizni? Hogy lehet a gyereke nem terhet rakni? Mert azért bennem az is ott volt végig, hogy hogy viszik ezt a nagy csomagot, aminek nyilván egy jelentős része maga ez a kettészakadt család, és hát az azért alul a fiú tartja ezt a ne nehéz terhet. Ráadásul az első emeleten pont egy ilyen vállásra készülő, eléggé sápadt és riadt apát látunk, aki éppen megkapja a ügyvéd úr tanácsát, vagy hát nem is tanácsait, csak egy ilyen felkészítést, hogy mondjuk így. Mi várható, szóval ott egy picit így előre vetítik, hogy mi lehetett korábban. Öm, azt kívánkozik ki belőlem, hogy szerencsére egyre gyakrabban tapasztalom, így a praxisom során én főleg a családokkal dolgozom, meg párokkal, hogy a vállás után az apák közelebb maradhatnak, tehát hogy nem megy le a roló. Az a korábbi ilyen hétvégi apuka, hogy minden második vasárnap délután három és hét óra között lehetősége van leginkább az anyagiak nyelvén kifejezni a szeretetét a, a gyermek felé, hogy elvinni egy cukrászdába és beleplántálni a gyerekbe az összes süteményt, ami ott kapható, mert hát ez a szeretetnyelv maradt meg. Szóval egyre gyakrabban találkozom vagy a a megosztott felügyelettel, ami ugye egy ilyen két hét itt, két hét ott, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egy ideális megoldás, de minden esetre egy előrelépés ahhoz képest, hogy így az egyik szülő nagyon kiemelt szerepet kap, a másik meg tényleg ilyen látogató apuka lesz, vagy egyre gyakrabban találkozom azzal is, hogy a gyermekek, vagy gyermekek egy része az apához kerül. Az apák megharcolnak ezért, vagy szóval, hogy úgy nagyobb mértékben vállalnak felelősséget, és például abban látok elmozdulást, hogy hogy korábban tényleg a, a elvált apukák szinte egyetlen szeretett nyelve az ajándékozás volt, vagy az anyagiak biztosítása, amire persze a kamaszok nagyon gyorsan rá tudtak épülni, hogy így, a, ugye a, a papabank, vagy szól, hogy a apu egy ilyen fejhető ö, valaki, akitől lehet kérni erre arra, amarra, és néhány mosolyjal megajándékozom, akkor ez így jól működik, hanem hogy egyre többször tényleg az apák törekednek arra, vagy így így megküzdenek azért, hogy a történeteiket átadhassák a, a érzelmileg is kapcsolódhassanak és jelen lehessenek a, a gyermekük életében. És hogy azt hiszem, hogy például a fiatal felnőtt korban a, a fiú gyermekeiknek annál inkább van erre szükségük, mert hogy, hogy a, amikor a saját férfi identitásomat akarom kialakítani, akkor azért csak az apám a, a legkézen fekvőbb egyik alapminta lesz más is, de csak az apához jó, és hogyha vele megőrizhető ez, akkor akkor az valami nagyon nagy ajándék. És hogy látod, hogyha vannak ilyen klienseid, hogy másképp küzd meg a feladattal egy egyedülálló apa, mint egy egyedülálló anya? Igen, azt hiszem, hogy máshogy, illetve ami így nagyon ehhez kapcsolódik, amivel szintén egyre gyakrabban találkozom, hogy az elvált szülők egyre növekvő számban, ugye az optimizmus győzni tud a tapasztalat felett, és mozaik családokat alkotnak, tehát egyre gyakrabban újra új kapcsolatot alakítanak ki, és akkor belekerülünk abba az izgalmas folyosóba, hogy az egyedülálló szülőnek egy nagyon izgalmas életfeladata van, mert a, azt a kétféle szülői hozzáállást, amiről korábban is szó volt, hogy egyszerre, szóval, nekik egyszerre szükséges mind a kettőt megvalósítani. Ugye ez az egyik a feltétel nélküli szeretetet, elfogadást, bátorítást biztosító, korábban azt mondtuk, hogy ez anyai szerep, meg a kereteket, korlátokat, elvárásokat teremtő, korábban azt mondtuk, hogy ez az apai funkció. Most egy egyedülálló szülőnek ezt a kettőt. Szükséges magában integrálnia, meg megnövesztenie, és ez kutya nehéz. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Aha. Hát, hogy este hatkor számon kérem a gyerekemet, aztán fél hétkor bemegyek hozzá vigasztalni amit ugye a, a, olyan csádokban, ahol van két szülő, ők leosztanak, és akkor az is egy hálátlan szereposztás tud lenni, hogy anya jó fej, apa szigorú, vagy pont fordítva, apa milyen jó fej, anya meg egy házi sárkány, a pikkelyek látszanak a hátán, de hogy ott meg, ahol ez a egy szülői lesz, Viszont ha sikerül, és azt látom, hogy gyakran sikerül, kemény munkával, önreflexióval, átgondoltsággal, um, mindenféle minta összeszedésével, akkor a gyerek nagyon-nagyot profitál ebből, megtapasztalja ugyanis, hogy anyu is lehet kedves, meg határozott. És apu is lehet uh, szigorú, meg gondoskodó. És ez így tök oké, okay, hogy egy, egy férfi is lehet gondoskodó, meg egy nő is lehet határozott. És ebből ha a gyerek ezt megtapasztalja egy egyszülős családban, nagyon sokat tud profitálni. Ugye nagyon sokszor nem zökkent, tehát beszéltél itt mozaikcsádokról, meg egy ideális képet vázoltál fel itt a vállás utáni helyzetről, de nagyon sokszor ugye nem ennyire finoman történik ez, és a szülők között nagyon sok szemrehányás, félreértés, harag van, és sokszor a gyerek még felnőtt korban is viszi ezt. Olyan is van, hogy például a, a, rende, a normális kamaszkort, vagy a felnőszkori elszakadást például az apa vagy a szülő másképp értékel, és azt hiszi, hogy ennek a következménye. Tehát őnek is nincs meg ez a reális rálátása. Hogyan kerülhetők ezek el, ezek a csapdák? Hú, hú, hát persze a törpök élete nem csak játék és mese. Gyakran találkozunk azzal is, hogy ellenpontozzam korábbi magamat, hogy az egyik szülő, aki ez a gyerekek, kerülnek, benne marad abban az érzelemcunamiban, amit a vállás jelent. És ugye egy család az gazdasági, társadalmi, szociológiai, fogyasztási, kulturális és érzelmi egység. A vállás jogi procedúrája ezt a gazdasági, meg a szociológ, meg a jogi, stb. azt feloldja, az érzelmi egységet nem. Az általában sokkal hosszabb feladat, egy felbomló családnál, és hát ilyenkor még a manapság igény ez a azt hiszem úgy szokták mondani, hogy kulturált vállás. Ezt általában akik benne vannak, ahhoz kötik, hogy nem ordítozunk. Néha az a benyomásom, hogy jobb lett volna ordítozni egy kicsit, mert a, 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 ha az indulatok kikerülnek, meg megfogalmazódnak, akkor azzal csökken is az erejük. Ha megegyezünk abban, hogy nem, ezek nincsenek, dögöljél élte meg, de ezt így nem mutatom ki, stb., akkor, akkor ezek nagyon meg tudnak maradni, ezek az indulatok, és ilyen búvó patakként maradnak ott meg, esetleg szülőként rávesznek bennünket arra, hogy megtanítsuk a gyermekünknek, hogy az egykori társunk, az exünk, hát ő minimum a sátán de ez persze finom eszközökkel, nem így direktben, hanem például, amikor hazajön a gyermek, hogy apunál voltam, és jó volt. Hát persze, kicsikém. Hát, tudod, valaha nekem is. Szóval, hogy így megtanítjuk a gyereknek, hogy neki nem lehet jó a másiknál, mert attól anya vagy apa szomorú lesz, stb. A gyerekek ügyesek, általában négyszer többet tudnak, és nyolcszor többet éreznek, mint amit gondoljuk, hogy tudnak, meg éreznek. Vagy egyszer hazaállít a gyerek, és elmondja mondjuk, hogy ha édesanyja egy táncművész volt, és kitalálja, hogy szeretnék táncolni apa, na azt biztos nem mert nem akarok egy klónt a attól, akitől végre megszabadultam 18 év után. Szóval, hogy így ezt a, a Böszörményi Nagy Iván, aki a nagy magyar családterápiás iskola alapító, úgy hívja, hogy ez a meghasadt lojalitás, amikor a gyerek megtanulja, hogy a, a másik szülő, akivel nem élek, akihez nem kerültem, vele nem lehetek lojális, nyíltan semmiképp, de még burkoltan se és akkor ilyenkor ez általában később tudattalanul tör a felszínre, és a hát ilyen nagyon para lesz. Nagyon ijesztő lesz, amikor tényleg húsz év múlva jól megtanítottam a gyerekemnek, hogy az apja egy focista volt, soha ne nézem focit meg, ne akarjon focizni, és egyszer csak hazaállít, hogy vet két jegyet a ülői útra, honnan. Szóval nagyon-nagyon ijesztő lesz ezzel így találkozni, mert hogy ami le van tiltva, az, az kerülő úton, de megjelenik. Szóval, hogy igen, nagyon gyakran találkozunk ilyen érzelmi elakadásokkal. Ezt azt hiszem, hogy úgy lehet elkerülni, hogy válaszoljak is a kérdésedre, de ne beszéljek folyton mellé, mint egy pasi. Szóval ezt úgy lehet... Akkor nem el... beszélni, ja, hát igen, igen, igen. Úgy lehet elkerülni, hogyha ha felvállaljuk akár a dühünket, az indulatunkat, a keserűségünket, pontosan, szóval, hogy így észlelem magamon, hogy mindig a klienseinket erre a nyíl direkt kommunikációra bátorítjuk, mert hogy az az, ami előre visz. Minden másra ott a Mastercard. De hát a saját életemből is pontosan tudom, hogy néha nagyon-nagyon nehéz ezt a nyíl direktet, hogy így odamegyek, és így megmondom neki így, így arcba, mert kényelmesebb az, hogy nem mondom, vagy csak utalgatok, vagy elkerülöm, de hogy azt hiszem, hogy hosszú távon mégis az, hogy lehessen kimondani, hogy igen, a apáddal a párkapcsolatunk megszakadt, haragszom is rá, de hát ettől a szülőtársként, szóval, hogy veled kapcsolatban lifetime el, el, együttműködésre vagyunk ítélve. Egyébként kicsit visszatérve a filmbeli helyzetre, jó, hogy itt már felnőttről van szó, de azért az rendben van, hogy a szülők üzengetnek egymásnak a gyereken keresztül, tehát mondjuk egy ilyen külföldi elköltözést azt a gyereknek kell elmondani a másik szülőnek? Hát felnőtt gyereknél szerintem ettől semmi baja nem lesz senkinek. Tehát, hogy egy ilyen fiatal felnőtt srác egy ekkora érzelmi terhet már el tud hordozni. És a gyerekek? A hat éves korban azt hiszem kevésbé szerencsés. Ugyanakkor azt is észlelem magamon, hogy pszichológusok azért szeretünk riogatni tehát, hogy egy, egy üzenetet bízol a gyerekedre, egész élete traumatizált lesz, utána kész ellátást. Na, szóval, hogy az vesse az első követ egy olyan szülőre, aki üzenőfüzetnek használja a gyerekét, aki önmaga még soha, még meg se fordult a fejébe, hogy szólj anyádnak, hogy mondd meg apádnak, hogy a legjobb családban is előfordul, és tényleg azt gondolom, hogy a pszichoterapeutaként azt gondolom, hogy ettől senki nem fog traumatizálódni, ha egyszer-egyszer, akár gyerekkorában is ez előfordul. Ettől még nem lesz a kliensünk. Ha, ha ez rendszeresen, és nem lehet más, és nincs egy direkt csatorna anya és apa között, hanem mindig a gyerekkel üzenik meg, az akkor tényleg megterhelő, mert a gyermek egy olyan feladatot kap, amire nincs fölkészülve ami nem az ő dolga. És akkor az tényleg megterhelő lesz, és később például kiváló segítő lesz belőle, a segítő hivatást végzők között általában nagyon sok ilyen egykori beháromszögelt vagy parentifikált gyermek van mert az jól fölkészít bennünket. Ugye, ha gyerekkorunkban üzeneteket közvetítünk, utána egész életünkben szakmányban végezhetjük ezt, mert hozzá vagyunk szokva, tudjuk, hogy milyen. Ráadásul gyerekként lehet, hogy egy bountyt kaptunk érte, felnőtt korunkban meg minden óra végén mondhatjuk, hogy ennyi ezer lesz, köszönöm szépen, jövő héten újra várom magukat. Szóval, hogy ott konvertálni lehet ezt egy, egy életfeladattá. Hogyan lehet apaként elkerülni, hogy érzelmileg ne zsaroljuk a gyerekünket a mi boldogságunkkal? Fú, a boldogságunkkal, aha. Ez de jó, hogy hozzátetted, mert addig egész másra gondoltam, mert addig, amíg a kérdést, aha, Arra is válaszol. Igen, igen, így hangzott el, hogy hogyan kerüljük el, hogy ne zsaroljuk érzelmileg a gyerekünket. Észleltem magamon, hogy egy ilyen kohelyóba oltott Szabó Péter idézettel kápráztassam el a közönséget. Úgy lehet elkerülni, hogy nem tesszük. Hú, hát ezért érdemes volt, nem? Két diploma, három szakvizsga. na szóval. Hogy... Ja. De az, hogy a boldogságunk az, szóval, hogy például egy vállás után az egyik legnehezebb aktus, amikor a másik fél, az elvált fél, vagy a, a az a szülőm, akihez nem kerültem, és akivel a lojalitásomat nehezen élhetem meg, már jól van. Már pedig szal, hogy vállás után, de bármely nehéz veszteség után eltelik a gyászév, azért csak lerakjuk ennek az érzelem a nagy részét. Lehet, hogy idő után lesz egy új kapcsolatunk is. És na, hát jól leszünk. Ezt nagyon-nagyon nehéz lesz megbocsájtani exként is, ha mi még nem tartunk ott. Mi még, még őrizgetjük egy kicsit a fájdalmat, mi még sóhajtozunk, vagy tényleg olyan gyermekként, aki én anyámhoz kerültem, és apu már jól van, azt a mindenit. Ez neki nem jár, mert anyu még szomorú, akkor apus, ne legyen. De azt hiszem, hogy az, hogy megmutatom a gyerekemnek, hogy én jól vagyok, ez nem érzelmi zsarolás. Az, ha Bármelyik szülőként ezzel őt így, így bármire rá akarom venni, gyere apuhoz, mert itt már jobb a hangulat, vagy, vagy pont az, hogy maradj apunál, mert aput még vigasztalni kell, anyumál látod, hát ő már, haha, már a harmadik férfit fogyasztja. Szóval, hogy de, tehát, hogy a, a bánattal, vagy a, az örömmel, hogyha. Ha ezt így érvként használom a gyermekem felé, az azt gondolom, hogy kevésbé szerencsés. De megint észlem magamon, hogy hozzá akarom tenni, hogy ha egyszer, hogy ne kapjanak sikítófrázst, ha egyszer belecsúsznak egy ilyen helyzetbe. Majd feldolgozza valahogy, az a gyerek elmegy önismereti csoportba, nagy darab kopaszhoz, és majd kiszedik belőle. Szóval, hogy ezekből a, hasonló eseményekből, akkor lesz a családi életet, a szülőgyerek kapcsolatot, az apa-fiú, apalány kapcsolatot megterelő esemény, hogyha ez rendszeres, hosszú ideig, és nem lehet kikerülni belőle, nincs más, nincs más, a kapcsolódásnak nincs más felülete, mint az, hogy, hogy, a, a szülőmnek én kell a vigasztalója legyek, vagy én kell a, az örömforrása legyek. Ha még hozzátehetnél egy jelenetet ehhez a filmhez. Úgyhogy hogy úgy érezt, hogy megnyugtató. Ez egy megnyugtató elengedés. Mert számomra ez még így nem volt az. Akkor ez hogy néz neki? Most tudom, hogy színész itt nem végeztél meg rendezőit, bár itt azért volt színész előadás is, de most... <hállal> Nekem például nagyon megnyugtató lenne, hogy egy, egy olyan epizód, kicsit didaktikus, de amikor mondjuk egy év múlva vagy másfél év múlva a srác hazalátogat az apjához Svédből. Vagy kihívja az apját, hogy gyere, akciós a pepparkakor, gyere, eszünk egy dobozzal. Vagy az a ilyen szörnyű ízű körte lé, amit mindig lehet kapni. Szóval, hogy így, így amikor erre szakifejezés is van, és borzalmasan hangzik a reunió. Szóval, hogy amikor újra tudnak találkozni, és megélik azt, hogy a, nem a, a találkozások gyakoriságán múlik az, hogy egy jó kapcsolatban maradtak, hanem akár évek múlva, amikor találkoznak, és van pár órájuk dumcsizni, akkor úgy, és nem is feltétlenül beszélgetnek, hanem állnak egymás mellett egy erkélyen, kávéznak, és hasonló ritmusban emelgetik a poharat, és a, ezt így a periférikus látásukkal észlelik, hogy ez nem más mint egy összhang. Nekem például ez egy ilyen megnyugtató cucc lenne, vagy hogyha az apa ott van a fiú valamely jelentős életeseményénél. Diplomaosztó esküvő, gyerekszületés, születésnap, Költözés. bármi. Költözés. így van, amikor amikor ez a fiú valami következő életfeladatot meglép, és akkor így az apa jelen van, vagy hall róla, vagy tud, tud róla. Hát valahogy így. Hát köszönöm. Vagy, bocsánat, még egy. So, ami, so, so ami meg van. ilyen nagyon, tényleg ilyen, kicsit észrelem, hogy ilyen, ilyen gejgy lenne, amikor ez a srác 50 év múlva a saját fiával cipeli ugyanezt a tükröt, a saját lakásába valahol a sarkörön túl, a háttérben a cuki rénszarvasok bólogatnak, amik helikopterről le nem lövik őket. Szóval így, így szóval amikor így láthatjuk, hogy ez tovább ment, és megőrződött a tükör. Lehet, hogy van egy repedés, vagy az egyik sarka lejött. Szerintem nem itt. fogja abba hagyni. Nem, ugye? Jó. Na hát, megindult. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm neked, Dániel, és önöknek is, hogy itt voltak. És bár nem vagyunk rendezők, azért a saját életünknek a folytatását magunk írjuk, úgyhogy reméljük, hogy ehhez egy picit hozzá is segítettünk mindenkit, hogy merre is tovább és várjuk Önöket legközelebb is. Köszönjük szépen! Köszönjük a figyelmet!